Eltemették Afganisztánban a keddi gyilkosságok egyik áldozatát. A három fiatal nő az Etnikas televíziónál dolgozott, mind az irodából indultak hazafelé, amikor különböző helyszíneken, de összehangoltan lelőtték őket. Egy negyedik társuk súlyosan megsérült. A kisugom volt, már körülbelül 2 éve dolgozott az Etnikas televíziónak. Kis és szégyellős, de nagyon aktív lány volt. Védte a női jogokat, és harcolni akart értük. Szeretett volna egyetemre menni, hogy jogot tanuljon. De eltemettük minden reményével együtt, mondta a meggyilkolt Sadia Sadar bátyja. A merénylet elkövetéséért a magát iszlám államnak nevező terrorszervezet vállalta a felelősséget. Az elmúlt fél évben, amióta megkezdődtek az afgán kormány és a tálibok közötti béketárgyalások, már 15 média munkást öltek meg Afganisztánban. Az amerikai hatóságok a tálibokat sejtik az erőszak hullám mögött. Az afgán kormány szerint az elkövetők rendszeresen bújnak a terrorszervezet mögé. A tálibok azonban tagadják a vádakat. A NATO védelmi miniszterei február közepén tárgyaltak a romló afganisztáni helyzetről, amely miatt nem biztos, hogy tartható a Donald Trump által ígért májusi határidő a csapatok kivonására.